Figyelj, a tiszteletedre irakt... Semmi, hát a... ide raktam a motion controllereket az asztal közepére. Igen, most vettem meg a Oculus Rift. Igen? S-est, mert modellezés azt használom. Micsoda? Ja, mert van ez ilyen program benne az Oculus Medium, és nem tudom, láttál ilyen programot, hogy 3D Code? Figyelj, ez nagyon szakmai, de amúgy szeretnék az ilyen szakmai dolgokról is beszélgetni, mert hát, ha van, aki meg érteni fogja, meg érdekli. Igen, nyilván. Szóval ez egy ilyen... Vannak ezek a hagyományos 3D, 3D programok, amikor ilyen poligonokkal dolgozol. Igen. Amikor rendesen ilyen kockákat szerkesztesz ki, extrudálsz, meg bevel, meg minden, stb. Ez a 3D Code, ez pedig úgy működik, hogy ilyen nem is tudom, mi neve ennek a... Egy más technológia, amikor nem poligonokkal dolgozol, hanem egy ilyen mesh-t húzol fel. Wow. És akkor az ilyen organikus formákat tud belecsinálni. Ugye ez a, emiatt a hard surface, hogy ilyen nagyon éles igen. szöveket kapja, ez nehezebb. De, de minden más sokkal, meg jobb. Sokkal szabadabban lehet vele dolgozni. Hát ezt akarom mondani, hogy több bármi másra meg könnyebb, nem? Igen, és az Oculus Medium is ilyen. Ugye a szoftver az még nincs ott, de még mindig a VR-ok között ez a legjobb. Uh-huh. Az egyik legjobb program. Úgy gondolom erre, és... De ezt akkor úgy kell elképzelni? Jó, mert amikor mondjuk egy épületeket felhúzok, akkor pontosan tudom, hogy a scale az mekkora, mert ott vagyok zöld. És akkor tudom, hogy mekkora, mennyi detail kell oda, meg hogy mit, hogy... Na de ezt akarom kérdezni, hogy akkor állsz a szoba közepén, rajtad a szemüveg, vagy ülsz, és konkrétan így itt egy ilyen épület, és így rajzolsz a levegőbe, meg jaj, Jézusom, és így egyszer csak lesz belőle valami? Utána leveszed a szemüveget, és elkezded, raksz rá textúrákat, meg ez hogy megy? Hát ez a workflow, hát ez mindenkinek más a workflow-ja. De ugye általában van egy ilyen ötletelés előtte, hogy kitalálod, hogy mit akarsz. Mondjuk egy ilyen épület design, és akkor azt így 3D-ben felhozod, legyen egy alapod. Uh-huh. Amit aztán mondjuk bevészel később egy ilyen 3D programba, ahol fel tudod textúrázni, meg esetleg több detailt azt neki, meg kicsit optimizálod, hogy ne legyen annyira heavy. Az mit jelenti a berkekben, hogy heavy? Nagyon mű? Ha nagyon sok a poligon száma, akkor... Tehát, hogy ne legyen hardvernek megterhelő, értem. Ja, mert lehet ezt lecsalni valahogy? Hogy azt mondod, hogy így ritkítod a izét? Mit tudom én, itt van két pont, és akkor abból van egy egyenessel, és mondjuk azt mondja a szoftver, hogy a két pont közé, hogy jó sok detail legyen. Igen, az egyenesben, nem tudom, ott van 100 másik pont, és te azt mondod, hogy 50 legyen helyette. A legtöbb 3D programban van ilyen, hogy decimate. Aha. És akkor ez egy ilyen matematikailag kiszámolja, hogy megmaradjon az a test, a fő karakterisztikája, de hogy így lebutítja tényleg, hogy optimizáltabb lesz, nem lesz annyi poligon benne, meg vertexek nem lesznek annyi benne. Wow. Már csak azt nem mondtam, hogy kivel beszélgetek. Haha, nincs bemutatva a vendégem. Igen, igen. Na, Ágoston Balázs. Ugye én konceptartist vagyok. Igen. De hogy itthon ez kb. Senki sem tudja, hogy mit jelent ez. Hogyha ezért hívtalak. Ha bárkit megkérdez az utcán, szerintem az emberek 10%-a, vagy lehet, hogy kevesebb tudná, hogy mi is ez. Mert egyszerűen nincs ez a felsőoktatásban, nincs a médiában, sehol. Uh-huh. Miközben azért a szórakoztatóiparban ez egy nagyon-nagyon nagy pozíciót tölt ki. Figyelj, nagyon el vagyok késve, de én például tegnap láttam az új pókembert. Ja. És tudod, és mindig ezen rögök már... Mármint nem az animációs. Nem az animációs. Igen. Ó, a multiverse nagyon jó. Azt megnézted grafikus szemmel, vagy concept artist szemmel? Az zseniális. Szerintem is. Pedig nem értek hozzá, csak ugye volt egy barátnőm, aki itt előző grafikus volt, és akkor tőle azért tanultam valamicskét, hogy mi az, ami tényleg menőbbnek számítnak, stb. De azt akarom mondani, hogy megnézel ma egy filmet, itt a szórakoztatóipar, és stáblistának legalább a fele az azzal kapcsolatos, amit te csinálsz. Legalább a fele most már. Igen, igen, mindenhez készül konceptárt. Főleg mostanában, akár még egy ilyen kis sorozatot is nagyon picike. Azt itt akarom megkérdezni adásban, nem véletlen pakoltam ki a PS... jó, ez Move kontrollerek, és rendes PS kontrollert is kitehettem volna. Na, ezt akarom kérdezni, hogy megszabad kérdeznem így a kamerák meg a mikrofonok előtt, hogy mind dolgozol? Ez elárulható, vagy nem árulható el? Hát van egy nagy projektem, ami már... Finishben van? Már lassan már 3 éve dolgozok rajta. Igen. Ez a Last of Us 2. Ez hát annyira menő, esküszöm.
Tehát ez nekem is teljesen szürreális, hogy ezt megkaptam. Ez úgy jött ez az egész, hogy ahol most dolgozok, ez a One Pixel Brush, ez egyébként egy ilyen outsource company. Aha. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen nagy stúdióknak outsource-oljuk a koncepteket. Tehát nem vagyunk mi in-house-ban, hanem van egy ilyen munkakörünk, és akkor mi ott egymással kommunikálunk, és a megrendelőkkel, tehát van egy főnökünk, ott a Shelly Safadi, ez a neve, uh-huh. és akkor beszélzi a munkákat, és ő pedig kiosztja nekünk, uh-huh. konceptárdiszoknak. És mivel ez a Shelly, ez egy ex-Naughty Dog-os, aha. ezért így jött neki ez a kontakt, és én is csak így rám írt, hogy nem lenne kedvem dolgozni egy ilyen Naughty Dog-os apokaliptikus játékon. Nem mondta, hogy azt az, de nekem egyből leesett, hogy az lesz. És akkor azt hiszem, hogy nem tudom, hogy tízszer körbe szolgáltam a házamban, hogy úristen. De figyelj, ezt mert úgy meséled. Mert azt gondolsz, hogy az hát mindenki mi? Legjobb játékon. Ezt akartam mondani. Hát, olyan nincs, és akkor meg... De ezt úgy meséled el, mint hogyha csak... Hát igen, akkor én konceptartist vagyok, és egyszer csak beesik az ablakon ez a telefon, azért ez nem így van. Nem így van, mert... Én emlékszem, hogy neked formatervező diplomád van, ugye? Igen. MOME formatervező. Formatervezésre jártam. Előtte meg szobrászaton csináltam a gimiben, tudjuk, meg volt a jó alapom, szóval is sikerült ugye elsőre bekülni a MOME-ra, hogy minek, nem tudja, nem de figyelj, ez azért ne ugorjunk át, ez tök hasznos. Sok beszélgetésben előjött az, hogy srácok, nézők, kollégák, bárki bekerülnek egy egyetemre, és akkor rájönnek, hogy lehet, hogy mégse ezt akarom csinálni. És igen. Ugye abból lesznek a legjobb sztorik, amikor az ember van annyira bátor, hogy azt mondja, hogy oké, itt vagyok, de én ezzel párhuzamosan, vagy ez helyett elkezdek akkor a saját fejem után menni, igen. és szeretnék boldog lenni az életben, szeretném azt csinálni, amit szeretnék. Tényleg, ezt jól mondtam, szeretném azt csinálni, amit nem érzek annyira munkának, sőt, kihívásnak hobbi. Érzem, hobbinak érzem, igen. És emlékszem, mi egyszer nem kávézás közben beszélgettünk, mert nem nagyon kávéztunk, de valamikor kajáltunk, és azt hiszem akkor mesélted el, hogy egy éve jártál a formatervező szakra, vagy másfél, és így úgy hát voltál vele, hogy... Hát teljesen kiállítottam belőle, mert másra számítottam. Aha. De nyilván az is jó volt, amit nyújtottak, mert ugye megtanultunk csapatban dolgozni, meg különböző ilyen érdekes feladatok voltak, de hogy én azért mentem oda, hogy megtanuljak 3D-zni, meg hogy ténylegesen a formatervezésre foglalkozzak. És akkor azt hiszem, amikor Premomira jártam, én ilyet is csináltam. Ja, az ilyen előkészítő? Igen. Akkor az egyik évfolyam társam belinkelt nekem egy videót a Feng Zhu-ról, aki egy ilyen OG concept artist, és rengeteg tutorial van fent a YouTube-on. Szerintem mindenki úgy vele kezdi el a dolgot. És akkor onnantól kezdve teljesen beszippantott ez az egész. Mert amúgy is már volt egy digitális rajztáblám, és akkor ezeket által a YouTube tutorialok által elkezdtem gyakorolni ezt, tudod. És akkor egyre jobban beszippantott, és volt egy időpont, volt egy pont, mikor elhatároztam, hogy oké, a MOME-t akkor most így azért most már még csinálom, mert a szülők, ugye, az is közbejátszott, de hogy én erre fogok koncentrálni, és elvégzek különböző ilyen online tanfolyamokat, mint például a CGMA, hogy említsék egyet. És ez volt az, ahol találkoztál az ex-Naughty Dog-ossal? Ez a suli csinált egyszer egy ilyen versenyt a diákok részére, és akkor itt volt ez a zsűri. Zsűriben volt benne ez a Shelly. Na, tehát akkor azért csak odaértünk, hogy azért nem és bekopog az ablakon. Nem, de ugye, jókor kell élni jó helyen. Hát figyelj, én ezt nem mondanám, nem intézném el ezt ilyen egyszerűen. Ez azt ez kellett, hogy te elhatároztad, hogy én bizony concept artist szeretnék lenni, 3D-vel szeretnék foglalkozni, és mivel nem találtál itthon erre képzést, konkrétan elkezdtél saját magadat képezni. Más mód nem volt. Tanfolyamra járni, YouTube tutoriálokat nézni, minden ilyesmit. Igen. Persze azt is lehetett volna csinálni, hogy nem csinálok online tanfolyamokat, hanem tényleg csak self-educated teljesen. De úgy gondolom, hogy mindenképpen kell a professzionális feedback, hogy egyről a kettőre juss. Aha. Mert azért bizonyítani akartam magamnak, hogyha már indultam ezen, akkor teljesen akarok, tudod. Uh-huh. Azt ne felejtsük el elmondani, hogy te csináltad a lapát, logót. A lapát, igen. Ugye lapát, mit, grafikát. Mire, igen. Jártam, akkor igen, meg ugye csináltál Game Day Iroda arculatot is.
Szóval innen a mi ismertségünk igazából. Hát ezzel még visszamondhat már, hogy mi egyébként a Team Fortress 2-ben... Meg TF-eztünk. Én annyira, akkor még akkora kocka voltam. Nem, én nagyon kompetitív szinten nyomtam mondjuk a pályót, meg ezeket. Igen. És akkor neked ez így feltűnt, és akkor elkezdtünk csetelni, uh-huh. hogy tanítsanak téged. Én azt hiszem, igen, annyira jól demómenesztél vagy, vagy demómen és igen. vagy pályró, és emlékszem, hogy Goston volt a neved igen. játékon belül, hogy akkor úristen, ez mennyire jó ez a srác, meg jó fejnek tűnik, meg ilyen jókat írsz chatbe, ilyen kedvesnek tűnsz. És de, akkor és utána... elkezdtük így bemutatkozni, hogy mit csinálok, aha. és akkor így jött a grafika, a concept art. Igen. design ezek, és akkor felkértél. Figyelj, ha valaki beiratkozik egy ilyen online uh-huh. tanfolyamra, az mennyit ad a fejlődéshez? Nekem olyan kicsit idegen, én nem csináltam még soha online tanfolyamot, azért kérdezem. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ott kapsz egy feladatot. Nagyon dedicatednek kell legyél. És függ, hogy a diák mennyit hoz ki magából. Tehát... Meg nem látod a tanárt, küldöd a cuccot, visszajön valami, hogy néz ki? Mesélj már erről. Igen, ez az egész rendszer úgy működött, hogy is volt. Hogy minden héten volt egy ilyen lecture, amit leadott, és akkor egy heted volt, hogy befejezd ezt az egészet, és közben még volt ilyen Q&A is minden héten, azok néha ilyen nagyon ilyen elképzelhetetlen órákból voltak, mert Los Angelesben volt a tanár, vagy nem is tudom, hogy hol. Fel kellett kellene hajnali 3-kor, hogy ott vagyok. Voltak ilyen sztorik. És akkor ezt megcsináltad a ház, és akkor jött a feedback videó. Egy ilyen személyre szabott videó mindenkinek. És konkrétan felvette, és így elmondta, hogy... Konkrétan felvette, igen, van az online-nak egy ilyen platformja, uh-huh. és akkor ott csinált az egészet. Ez milyen hosszú? Milyen hosszú volt ez A videó? Nem a videó, ez a... Ez a 8-7-es. 8-7. Képzés. Aha. 8-9. És ide már azért erős alapokkal kell érkezni, nem? Nem feltétlenül, mert a sulinak azért van egy ilyen programja, tehát az is elkezdte az egészet, aki nem is tud rajzolni, mert hogy végigveszik a kompozíciót, a anatómiát, tónusozást, minden színjátékot, mindent, úgyhogy így a nulláról is fel lehet építeni magad. Uh-huh, uh-huh. Persze, nekem már volt egy jó alapom a szobrászat miatt, meg ugye már 9 éves korom óta rajzolok. És most mennyi vagy? Most 27. Jó, oké. Okay. Csak hogy azért el tudjuk helyezni. Telik az idő. Nem az, hanem egy erős 18 éve rajzolsz, igen? Igen. Úgyhogy, és először nem tudtam, hogy az is érdekes, hogy ebben a szakmában el kell döntened, hogy mit akarsz csinálni. Hogy most te most karakteres akarsz lenni, hogy azon belül is 2D, vagy 3D, vagy environment artist, tehát ez is így még így elágazódik, és akkor nekem még ez is egy probléma volt, hogy mit is akarok csinálni. Ez ennyire durván más skilleket, vagy más programot, vagy miért kell specializálni? Ez a játékipar? Ez inkább játékiparra jellemző, mert mikor bekerülsz egy stúdióba, akkor neked van egy feladatod, hogy akkor te most environment artist vagy, és csak a tájképekkel foglalkozol, és level designokkal, és segítesz a gameplay artistoknak, stb. Mondjuk ilyenből, hogyha valaki fölmegy az Instádra, akkor láthat, mondjuk... Egy-kettőt, igen. Nem, tehát nem művek, azok gondolom, ilyen próbák, amiket te csinálsz otthon, nem? Igen, igen. Tehát, hogy elképzeled azt, hogy nem tudom, itt van egy űrhajó 2573-ban, és akkor megálmodod az egészet. És akkor igen. nulláról te teremtesz ott egy világot, vagy azt mondod, hogy nem tudom, 1973-as, de ilyen steampunkos, western, nem tudom, fogadó, kint előtte egy motorral, igen, meg mondjuk bármi, egy kalapos ember, aki támaszkodik a falnál. Az a dolgunk, hogy megvalósítsuk a producernek, meg a directornak, meg a stúdiónak az elképzelését, hogy milyen legyen a játék. Aha. Tehát ez az egyetlen egy dolgunk, hogy fog kinézni, és ezt demonstráljuk. Mert ez egy ilyen nagy segítség lesz a 3D-seknek, textúrásoknak, tudom, amikor már építik fel a játékot. Tehát úgyis lehet mondani, hogy mit találjuk ki, hogy fog kinézni a játék. Aha, de nulláról, magyarul. Nulláról. Tehát ők tényleg akkor mondanak... Hát nem mindig nulláról, de... Hát nem úgy nulláról gondolom, úgy nulláról, hogy te kapsz egy dokumentumot, nem? Igen, igen. Amiben vagy van egy, mit tudom én, negyedoldalas szinopszis, vagy egy féloldalas, vagy kapsz egy és olyat... És attól is függ, hogy
hol jár a projekt. Aha. Mikor elkezdtem a Last of Us-on dolgozni, az még sehol se tartott. És kapsz ki pár key... Ez volt a Blue Sky, így nevezzük. Kapsz pár keywordöt, nem? És akkor annyi volt egy mondat, hogy Eli az erdőben. És akkor csinálj bármit. Azt a rohadt. Úristen, ez mekkora felelősség. De most komolyan, amikor az első ilyet megkaptad így... Hatalmas felelősség. Mit éreztél, vagy mit gondoltál? Megcsipkedted magadat, gondolom. Igazából nem gondoltam. Hát, csak egy ugyanolyan munka, mint eddig. De nagyon parás volt. Emlékszem, hogy nagyon keveset aludtam abban az időszakban, amikor elkezdtem dolgozni. Tehát. Azért, mert sok volt, vagy azért, mert izgultál? Azért, mert teljesen akartam. És de aztán az idővel ugye bejön az ember, és mélyez neki, de ugye az Last of Us 2, szóval... Úristen! Na mindegy. Úristen! De hol tartottunk? Nem tudom, engem most elragadott a Last of Us. Ott tartottunk, megmondom, visszaugrom, mert én azért próbálok szerkeszteni fejben megfigyelni, hogy mondtad, hogy az például egy nagy döntés, hogy valamire specializálódni igen, kell. Igen, és ebben az online suliban először karakterekkel kezdtem el foglalkozni, mert ugye szobrászatot tanultam, és akkor ugye ebből kívülfolyólag így azért közelebb állt hozzám a karakter, mint environment vagy bármi más. De aztán így szépen lassan, hogy csináltam több kurzust, így kipróbáltam environment kurzusokat, és akkor rájöttem, hogy nekem ez így jobban bejön. Talán azért is, mert nagyobb kihívás volt, mert ott attól függetlenül, hogy environmentezel, egy karaktert is berakadsz az environmentbe, és akkor már ugyanúgy ott vagy, hogy csinálsz karaktert is. De most a beszélgetés elején meg azt mondtad, hogy 3D, és én ezt eddig azt hittem, hogy te csak 2D-ben dolgozol. Nem. Hát még egy 5 éve akkor ez így elment volna, hogy csak 2D, de a mai munkáknál, a mai játékoknál szinte kötelező 3D, hogy tudjon valaki 3D-zni. Uh-huh. Főleg, hogyha kapsz egy ilyen interior képet, egy ilyen belső nézetes képet, valami, nem tudom, egy irodaháznak, vagy valami, akkor azt neked több szögből be kell mutatod például. És akkor azt hogy csinálod meg 2D-vel? Szóval mindig újra rajzolod? Nem. Aha, úristen. Van egy ilyen 3D alapod, és akkor az mint egy guideline segít neked. Uh-huh. És ez egyre jobban így átnyújunk a 3D felé, tehát mert az elején még csak ilyen, elég volt ilyen blockmesh is, tudod, semmi textúra nélkül, csak hogy a perspektívában legyen lőve meg, hogy mi hogy van, a arányok. Arányok a fontosak, skill. Igen. De most már, ahogy a technológia egyre fejlettebb, ezért most meg egy jobb gépünk van, ezért most már a srácokkal versenyzünk, hogy ki tudja legjobban elvinni a 3D-t, tehát milyen szintre. De és akkor van olyan kép, mondjuk Last of Us-nál, ahol 90% 3D, és akkor egy 10%-ot is hozzáadunk. Egy kis fogging, meg elkülönjenek a születtek, stb. Na de pont erre akarok rákérdezni, hogy akkor szinte most már ott tart a concept art, vagyis a te munkád, hogy mondjuk tegyük föl, nem mondjál konkrét példát, ha nem szabad, de tegyük föl, azt mondják, hogy Eli az erdőben, és akkor az már nem csak az van, hogy egy sík kép, szépen 2D-ben, hanem akkor mondjuk te kitalálod azt, hogy itt a fa, itt a bokor, utána nézem mondjuk akár a növényzetnek, stb. Berakod az Elit, és az egy ilyen körbejárható valami, és ha mondjuk azt mondja a rendező, de hogy... De bocsánat, ez nagyon függ attól, hogy mit kapsz. Mondjuk egy ilyen erdős képhez nem biztos, hogy 3D-hez fogok nyúlni. Aha. Mert azért egy ilyen 3D-s, egy ilyen erdős 3D környezet felhúzni, az nagyon heavy. Aha. Jó, akkor mondjál egy bármilyen más 3D-s környezetet. Mindjárt megérted a kérdésemet. Például volt egy olyan feladat, amikor én csináltam az art directingot, mert hogy én is, a OnePixel-esnál most már art director vagyok, néha-néha, uh-huh. Így besegítek, hogy kaptunk egy ilyen feladatot, hogy egy ilyen egész irodaház, most nem fog konkrét példákat mondani, de mondjuk, hogy egy ilyen medicenter, egy ilyen design helyiség, és mondjuk még egy ilyen átlagos iroda, és akkor ezt a három helyiséget így nekem fele kellett osztani, és a 3D-ben így felhúzni egy alapot mindenkinek, és kiosztani a képeket, hogy akkor te csinálod ezt a szöget, tudod. Na és akkor elkészül ez a 3D-s modell, ja. Ez körbejárható, megnézhető, és akkor mondjuk megnézi valaki a megrendelők közül, igen. És mondjuk azt mondja, hogy ez nekem így tetszik, akkor konkrétan azt fogja továbbadni a programozóknak, hogy akkor ezt tessék leprogramozni. Így?
Hát és kvázi elkezdik így leutánozni, és... A végleges képet, igen. Wow. De ez inkább az elején van így, a játék fejlesztésnek az elején. Mert most már egyre több az olyan kép, amikor már ilyen kész ilyen gameplay levelöket kapunk, és nekünk azt csak fel kell tuningolni. Aha, aha. Úristen, te ezen keresztül belelátsz most már a játékfejlesztésbe is az elejétől a végig, nem? Én mondjuk úgy. Ú, de menő! Mert tényleg sokszor csak az a feladatunk, főleg most már így a vége fele, hogy az ilyen nagyon basic 3D-t, ami elég zajos a sok textúra miatt, azt így letisztázzuk, és így olvastó legyen a nézőnek. Ezt létszi, ezt segíts. Mi az, hogy zajos egy környezet? Hát nekünk az a feladatunk, hogy sok a szín, nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen túlrészlet gazdag vagy? Esztetikailag nem szép, tehát mondjuk így. Aha. Tehát nekünk mindig az a cél, hogy esztetikailag minden egyes, a játékban minden egyes rész, minden egyes level, minden egyes pálya level, tehát gyönyörű legyen és működjön. Uh-huh. Wow. És ezt kitisztázni. Ja, szóval most már így... Most már mi elkezdünk a végre élni, de azért most már jó lenne, hogyha kijön a játék. Mert csak így gyűjtem be a képeket, és a portfóliómban nem tudom kirakni, ez elég szavarom. Hát azt elhiszem. De akkor ez az elmúlt 3 évedet így be is fogja. Igen. De figyelj, kell ennél jobb önéletrajz, vagy ennél jobb CV? Szerintem nem nagyon. Reméljük, hogy jó lesz a játék, de biztos, hogy jó lesz. Hogy jó? Az nem lehet nem sokszor jó. Sokszor hülyéskedünk, hogy jó, hogyha kijön a játék, és egyik nagy bukó lesz. Olyan nincs. Na, de ezzel tényleg ne is vicceljünk, meg tényleg nem akarlak full erről a témáról kérdezgetni, mert biztos egy csomó olyan titoktartás is köt, úgyhogy nem is akarok semmilyet. Ellenben még gyorsan még nem felejtem el, azt is meg akarom jegyezni, hogy volt az az Xboxos kampányunk, emlékszel? Igen. A 576-os Xboxos. Igen. És amikor ott meg matte paintet csináltál. Igen, ezt mondom a kollégáknak, hogy ott meg ugye az volt, hogy én azt nem tudtam, hogy te tudsz-e, csak így megkérdeztem így a semmiből, hogy figyelj már, hogyha csinálnánk egy olyan Minecraftot leutánzó dolgot, hogy van mögöttünk egy háttér, kalapálunk kettőt, és utána legyen mögöttünk egy teljes gyárizé, azt meg tudod csinálni? Hát... meg. Nem volt probléma, tényleg. De emlékszem, ugye annyira kellett csak odafigyelnünk, hogy jól emlékszem, mondtad, hogy legyen az a sík. Uh-huh. Legyen egy sík, ami fölé te azt föl tudod húzni, hogy ne kelljen minket így kirotózni, meg semmi. Igen. És így... ez mennyire rokon? Például egy matte painting mennyire rokon azzal, amit nagyon csinálsz? Amikor nem full 3D van, hanem fotókkal dolgozunk, főleg ez a Last of Us-nál, ami mindennél nagyon fotoreálba megy át, ott már, ez már szinte átni a matte paintbe. Főleg azért is, mert már ilyen 6K-ban dolgozunk képekkel, konceptátokat. Szóval, hogy mindennek így össze kell így klappolni, tudod, és minden high-res fotó. Szóval majdhogy nem matte paintet csinálunk, csak azért mégis koncept szinten. Abba segíts, ne nekem, hanem esetleg olyan kollégának, aki ebbe az irányba mozdul el, hogyha te ma döntenéd el, így 2019-ben, hogy szeretnék concept artist lenni, és hogy tegyük föl, van egy csomó, van lehetőséged is, akár elutazni külföldre, nem tudom hova, meg van időd, hogy tanuljál, tehát nem 30 évesen dönti el az ember a concept artist akar lenni, akkor te hova mennél suliba? Európán belül van valahol? Azt mondtad, hogy Magyarországon nincs. Én nem mennék suliba, és ezt nem mindenki nagyon el kell gondolnia, hogy de én nem ajánlom tényleg, mert az online oktatás ezen a területen szerintem elképesztően jó. Egy csomó platform van, ahol a stúdiónak a legjobbaik tanítanak. Például mondok egy párat, LearnSquare, akkor ott van a CGMA, és a Gumroadon, ahol ilyen személyek felraknak ilyen kisebb tutorial pack-eket, például a Jama Jurebev, nem is tudom, hogy kell ejteni, Nick Gingro, vagy Ethan Zana, ezek ilyen Naughty Dog-os srácok, tehát mindenkinek van tutoriája fent, és az is elég, hogy már ezen elindulj, és egy ilyen online tanfolyam esetleg becsúszik, az jó. Hát jó, de gondolom azért az nem elhanyagolható, hogy te 9 éves korodtól rajzolsz. Hát nem, egy jó alapnak azért mindenképp kell lennie, hogy ez valaki elkezdi.
És a szobrászat, az tett bármit hozzá? Ahhoz, hogy te konceptartist lettél? Szerintem igen. Segíts már megfejteni, mert én például azt sem tudom, hogy egy szobrász mit csinál, mert azért valljuk be, nem a legkeresettebb, meg nem az ilyen legszexibb és a legtöbbet foglalkoztatottabb szakmák között azért volt van. Nagyon jó a szobrászat, mert én megtanultam a 3D-s térben gondolkodni. Szóval amikor már, és ez rajzban is nagyon segít, amikor valami skiccelsz, hogy tudod, hogy mi hol van, és akkor az arányokat jobban tudod, jobb pontosabban tudod meghatározni. Szóval ebben nagyon-nagyon sokat segített, és most visszaköszönt a például VR modellezésben, amit most kezdtem el csak pár napja csinálni, tehát visszaköszönt ez a szobrászat, hogy azért jó, azért hogy megvan. Bennem van, tudod. Benne van a kezedben? Aha. Ez nem az igazi, mert nem ilyen taktilis, nem agyaggal dolgozol, hanem egy ilyen, fogsz egy kontroller, de azért, uh-huh. azért tök jó. Hú, de az milyen menő lenne, most csak elgondolkoztam, hogy tudod, van olyan kesztyű, amiben van ellenállás. Ja. Amivel például azt mondod, hogy akkor megfogok egy labdát, és tényleg úgy érzed, hogy mintha fognád azt a labdát. Akkor lehet, hogy ilyennel tök menőn tudnál 3D szobrászkodni. Ez a jövő, szerintem ez biztos, hogy ez be fog következni. Csak nem tudom, miért halad ilyen lassan a technológia. Szerintem már rég lehetne ilyen, de... Te már csinálnád, csak még nem lehet. Nem. Jó, figyelj, concept artist. Ha nem... olyan szerencsés valaki, bár én ezt nem szeretem használni, hogy jaj, de szerencsés vagy, mert uh-huh. bekerültél egy játék. Nem. Szerintem a kemény munka az kifizetődik is pont. Lehet velem vitatkozni, meg challenge-elni, de tegyük föl, valaki nem a játékiparban tud elhelyezkedni, akkor hova tud menni még egy concept artist dolgozni? Nem a játékiparban? Hát ugye ott van a filmipar is, uh-huh. de... Az egy nehezebb dolog. Miért? Az egy ilyen szűkebb kör, mondjuk úgy. És szerintem azért is nem biztos, hogy nehezebb, de hogy mindenképp kell legyenek jó kapcsolatait, hogy oda bekerülj. Főleg mondjuk, hogyha ilyen nagy hollywoodi filmeken akarsz dolgozni, de most persze most itthon is vannak ilyen kis filmek, ahol be lehet kerülni, de hogy... Az a lényeg, hogy amikor filmben vagy, akkor neked mindent kell, karakter, environment, tehát bármit adhatnak, nem csak az van, hogy environment. Uh-huh, uh-huh. Filmes megkeresésed, vagy lehetőséged nem volt még? Vagy nem is akarsz? De voltak, dolgoztattam onnan a Witcher-es Netflix-es aha. szérián, meg volt még egy, mondjuk a Halo-nak a... Igen. Ami most készül, arra is bedolgoztam volna, de mindent így lepasszoltam a Last of Us miatt, mert hogy csak arra koncentráltam. Uh-huh, uh-huh. Nem biztos, hogy a legjobb döntés volt ez, de... Hát ne haragudj! Olyan szempontból, hogy van már elég konceptem oda. Értem, aha. De hogy mégis, nem tudom, most már végig akarom vinni. Uh-huh. Jó, hát de ez már... mondjuk nem. Figyelj, ez egy kreatív munka, és akármilyen régóta csinálod, én úgy gondolom, hogy csak akkor lesz a legjobb, hogyha minden idegszálladdal ezen vagy rajta, nem? Uh-huh. Tehát most egy Last of Us-ba bejön egy Halo a jobb oldalról, bejön egy Witcher a bal oldalról, az ilyen nem tudom, lehet, hogy van, aki annyira profi, hogy hú, ezt beteszem az agyamnak ebbe a fakjába, ezt az agyamnak ebbe a fakjába, ezt is tud függetleníteni, de én ezt úgy gondolnám, hogy ez olyan meló, amire azért így rá kell pörögni, és hogy lehet, hogy 3 év után már kicsit unalmas, de hogy ezzel kelsz, ebédelsz, meg fekszel. Persze a One Piece szerint sem más projekteket, nem csak a... Aha. Nem csak ez a Last of Us van. Uh-huh. Ez a fő. Van olyan még, amit mondhatsz esetleg? Hát csomó olyan Call of Duty-s projekt van. Milyen? Call of Duty. Call of Duty, igen. Ezen kívül még ilyen kínai megrendelők vannak, uh-huh. Meg egy-két ilyen indie stúdió, amiket nem mondhatok most neveket. Aha, nyilván, oké, és ez semmi probléma. Van egy teóriám, hogy amikor nézel egy például egy Marvel filmet, igen. aminek a 70%-a CGI, és nézed a stáblistában a neveket, akkor már, hallod, ott már India-Kína. Igen, igen. Az azért van, mert ez olcsó. Ez outsourced, olcsó. Igen, olcsó, vagy azért, mert az ilyen, már bocsánat, az ilyen rabszolgamunka, nem a legrosszabb szarokat kapják, meg így frémenként kirotózni, meg ilyenek? Az is, mert megkapják, egyébként a Naughty Dog is ezt csinálja, tehát Kínából szerzi be az asztalakat, tehát hogy kiadja a feladatot, hogy akkor ezt meg csináljátok meg, hogy ne kell nekik megmodellezni. Uh-huh. De ugye a filmben is ez így van, hogy csomószor, hogy
hogy oda outsource-olják ezt a rengeteg modellt, hogy megalkossák, tudod. De van ez a, tehát van ez a kuli munkarész, akkor úgy értem, igen, nem? Igen, igen. Tehát az, ami nagyon fontos, látvány szempontból aztán rettenetesen, uh-huh. De hogy... De rá bízni bárkire, szóval. Hát, most nem akarom csúnyám. Én például abszolút nem tudok rajzolni. Olyan szinten nincsen kézügyességem, hogy azt elmondani nem tudom, de lehet, hogy egy ilyen rotózást meg tudnék csinálni, ahol az a feladatom, hogy kapok 10 másodpercet, és mondjuk nem tudom, miben van, mondjuk 60 FPS-be, akkor az 600 izé, 600 frame, és akkor egy napon keresztül egyesével szépen húzom ki, hogy mindenhol le legyen kerekítve, le legyen vágva, nem tudom, és akkor ezt csinálom naphosszat napi 12 órában. Tehát, hogy van ez a rész is, nem? Van ez a rész, igen. Igen. Ehhez kell bármilyen képzettség, vagy ezt meg lehet tanulni on the go? Ez csak ez úgy, ahogy mondod, szerintem igen. De én nem látok ebbe bele, nem tudom. Ja, ez, aha. Jó, mert ez nem a kreatív része, tudom. Ez olyan, mint mikor, hogy mondják ezt a grafikusoknál? Operátor, ugye? Operátori munka. Az, amiben semmi kreativitás nincsen, hanem konkrétan így megkapsz egy ilyen, nem tudom, specifikációt, és szépen azt te kivitelezed Illustratorba vagy Photoshopba, így összeakosgatod a layereket, és ilyen lélekölő igazából, vagy nem tudom, nem biztos, hogy hát bocsánat mindenkitől, igen. Mi is kapunk rengeteg ilyen feladatot egyébként, amikor egy ilyen térképet kell nekem megterveznem valasztokaszba, az nem feltétlenül a legizgalmasabb, aha. De ezt is valakinek meg kell csinálni. Uh-huh. És hogyha mondjuk in-house vagy, akkor legtöbbször ilyen dolgokat kapsz. Aha. Mert ez valaki, mert hogy mondjuk tart egy darabig egy a pre-production, és akkor annak vége, elkezdik a másik rész, a segíts ki. Mi a pre-production, tehát production? A production, elkezdik, igen, és akkor már kapod ezeket a minimális feladatokat, tudod. Aha. Mert hogy ott bent a stúdióban 5 concept artist, már nem kell semmit konceptelni, de hogy vannak grafikai munkák, szóval meg kell ezt csinálni. Uh-huh. És néha mi is kapunk ilyeneket. És akkor ezt úgy élet? És akkor ilyen, és akkor mondjuk ilyen posztereket kell tervezni, és akkor ott bele lehet magad rejteni. Térképben is szerintem már beleírtam a nevemet, meg ilyenek voltak. És ha minden jól sikerül, akkor benne lesz a játékban. De figyelj, ez jövő. Nem, ez 2 hét. Ez, én mindegy, ez a nézőknek, hallgatóknak nem fontos, de ez a jövő hétfőhöz képest 1 hétre adásba megy. Mm. Ez nem baj? Magyarul úgyse fogják érteni. Nem. Figyelj, nekem például... Hát nem mondtam semmi spoilert. Nem, spoilert nem. Hát csak ilyen jó kis easter egget. De hogy ez ugyanolyan easter egg, mint hogy egy nagyon kedves barátnőm dolgozott a Red Sparrow-n, és a kaputelefonon ott van konkrétan a stáb, amikor becsöngetnek a nőhöz, és a kaputelefonon a vágó szobának a... Mindenki csinál ilyet. A lasszó az egy is tele van. Ilyen easter egg-ekkel. Tényleg? Na, ilyen nézségben nem néztem utána. Hát mert ezt nem tudhatod, mert ez ilyen... Ja, ezt elmondták neked, hogy amikor itt vagy, meg ott vagy, és erre meg oda nézel, akkor találsz ilyet, olyat, amolyat. Például amikor Los Angeles voltam 3 hónapig, és akkor tanultam a Nick Gingerotól, az Naughty Dog-os volt, most már elment, akkor elmondtad össze egy ilyen sztorit, és tök jó volt hallgatni. Tudsz egyet? Vagy mondhatsz egyet? Van olyan, ami... Hát például van egy ilyen WC rész, ahol be van rakva mondjuk, be vannak rakva, mint egy ilyen strip a boys, tudod, nagyon is. Igen. Mondjuk ez tök vicces, hogy ezt megcsinálták, hogy csináltak egy ilyen fotosútot, és akkor berakták a játékban. És így el van rejtve. De menő. Ez olyan, mint a Wilhelm Scream, azt tudod, micsoda? Nem. Volt nálam itt a kedves címvonám, a Lente Viktor, filmes hangmérnök, és én például elfelejtettem megkérdezni, hogy beletette a hamarosan moziba kerülő Fomu című filmbe a Wilhelm Screamet, ami nem tudom, hány száz filmben van benne. Ja, persze. Az a, most már tudom, egy ilyen effekt. Van, persze. És az a legjelentéktelenebb filmektől a legnagyobb klasszikusokig valahol a film egy pontján nem el van engem rejtve. Engem már idegesít azért. Nem hallod meg? Nem mondd meg, én mindig felfülök rá. Igen? Azt vettem észre, hogy amikor múltkor néztem a gyerekkorát, megnéztem összes részt, akkor egy csomó helyen benne van. Komolyan? De nem tudom, valahogy most már így ki vagyok rá élezve. Eddig nem voltam, de most már nagyon-nagyon, és mindig észreveszem valahogy őket.
Na figyelj, maradjunk még ennél, mert akarok még infót gyűjteni, hogy mennyire kell kockának lenni ahhoz egyébként, hogy valaki videójátékos concept artist legyen? Mennyivel könnyebb neked, szerinted? Igazából úgy teszem fel a kérdést, várjál. Harmadszor nekifutok, van-e olyan munkatársad egyáltalán, aki nem kocka? Nincs. Szerintem mindenki, és mindenkivel találkoztam ilyen workshopokon, mert egyébként vannak ilyen csomó workshop, industry workshop, meg IFCC, meg playgrounds, Európában vannak ezek, aha, hogy egy kicsit a community-t így erősítsem, ez egy kis szakma, uh-huh, és így Európán belül ez így még kisebb, mint mondjuk Amerikában, szóval vannak ilyen rendezvények, ahol össze lehet gyűlni, és szerintem mindenki kocka, mindenki szereti játékokat, szóval olyan nincs, hogy valaki uh-huh ne. Persze én is már sokkal kevesebbet játszok, de a játék iránti szeretet az még mindig megvan, szóval, és szerintem ez kell. Uh-huh. Ezt gondolom ad valami ez plusz élményt, vagy motivációt, igen, nem? Uh-huh. Hát mondjuk igen, belegondolok, nem tudom, hogy milyen lenne úgy dolgozni egy játékon, hogy videójátékon dolgozom, de amúgy nem játszom. Persze van ilyen, de... Ez ritka. Igen, csak kvázi ez kicsit kifordítva a példát, ez majdnem olyan, hogy igen, írok egy zeneművet, de amúgy nem hallgatok zenét. Hogy valami kapcsolódási pontnak kell legyen. Mindenképp, jó. Most mondtad, hogy újra nézted a Gyűrűk urát. Uh-huh. Ezeket a filmeket, főleg, hogy nagyon régi, ezeket a filmeket nosztalgiából nézed újra, vagy tanulás szempontból? Is, meg... Nem tudom, ezt nem mondhatom el. Jó, amit nem mondhatsz, nem mondj. De meg azért, mert imádom őket, szóval uh-huh van olyan, amikor dolgozok, és akkor berakom, tudod, másik monitoron, igen, és igen, akkor igen, egy a háttérben megy. De tényleg szerintem egy elképesztő munka, amit a Peter Jackson csinált. Persze, csak képzeld el, hogy én 1 millió éve nem néztem meg, nem néztem újra a részeket, és attól félek, hogy tudod, így újra elindítanám, és meg kicsit uh-huh így gagyi lenne. Nem fordulnak találni, szerintem. A CGI szerintem még mindig, az a biztos, hogy még most is még van olyan film, ami most jelenik meg, ami rosszabb a CGI, mondhatjuk úgy. Uh-huh. Persze egy ilyen kisebb gagyi film. De hogy szerintem még mindig még azért ott van. Figyelj, nekem a legnagyobb csalódás ebből a szempontból az a Matrix 1 volt. Tehát amikor a Matrix 1 kijött, van, ami nem ilyen kicsi jól voltam, tudod, és így néztük, hogy ilyen jó grafika a világon nincsen. De szóval inkább a játékokkal van így, nem? Főleg, amikor kiskorodban játszol valamivel. És azt hiszed, hogy az a világ legjobb grafikája. Az van, hogy ez igen, milyen jó játék volt, milyen jó grafikája, és amikor ezt így újra igen, felrakod csak... a gépedre, hogy kipróbáld, nosztalgiáz kicsit, akkor rájössz, hogy úristen, kifolyik a szemem, igen. De várjál, erre emlékeztem. De a Matrix ennél emlékszem arra, hogy hát ez a legjobb dolog volt a világon, és megnéztem a moziba, és így... Ja. És most visszanézed, és ilyen... Fú... De várjál, mondjuk a Toy Story. Képzeld, egyiket se láttam. Megkövezzetek. Komolyan. Hívtak, kedves barátaim, filmesek hívtak a 4-re, és mondtam, hogy nem láttam az első 3-ot se. Nem biztos, hogy én vagyok a legjobb partner rá, de ami viszont pozitív példa, uh-huh, és akárhányszor megnézem, és úgy vagyok vele, hogy le a kalappal bármi, ami VFX, FX, SFX, uh-huh, bármi, az a Terminátor 2. Amikor folyik a gonosz Terminátor, tehát, hogy Én konkrétan én nem hiszem el, hogy azt hiszem, az 86-os az a film. Hogy így 86-ban olyan CGI-t csináltak, ami jobban megállja a helyét 2019-ben, mint a talán 99-es a Matrix, vagy 2000-es. Igen. Vannak ilyen ritka dolgok. És van, ahol tényleg nem rögszik jól. Mármint még a Star Wars-ban nézd a Jar Jar Binks-et. Júj, nem merem. Ez egy katasztrófa. Igen? Megnézted újra? Hát persze. Jó, az már akkor sem. Is. De az már akkor sem nézett ki akkor annyira sem nézett jól. Ki, igen. Mondjál pozitív példát akkor a Gyűrűk urán kívül. Milyen régi? Aha, amiről úgy gondolod, hogy abból lehet inspirálódni, vagy az valamilyen maradandó. Uh-huh. És ne a Last of Us-t egymond, mert azt tudjuk mindannyian, vagy filmet, vagy játékot. Kíváncsi vagyok, hogy egy profinak mondjuk a szeme az mire van uh-huh ráállva.
Hát az biztos van valami etalon. Közül... Nem muszáj, hogy régi legyen. Akkor mondj egy etalont. Akkor nézzük a Pókverzumot. Na igen, nekem azért tetszett annyira, mert van ez a festősrác. Nem teszem be neve. Nem de baj. Hogy tényleg ez az ő projektjeként indult ki, hogy így teljes szabad kezdet adtak neki. Azt nem is tudom, ki csinált ezt a Sony, azt hiszem. Nem tudom, lehet, nem igen. Nem egészen tudom. Igen, igen. És hogy így tényleg olyanok voltak a 3D-s a 3D színek, hogy mint a festménye. Tehát így teljesen átment. Uh-huh, uh-huh. Sőt, még azért még kicsit még így durvább, ilyen, nagyon ilyen realisztikusabbra akarta vinni. Mert ilyen, hogy mondjam, jobban bele akarta vinni, erőszakolni a stílusát, de ez egy kicsit nem teszete már annyira a stúdiónak, a Sony-nak. Aha. Mert például azt látszik azt a Dead, Love and Robots, vagy nem is tudom. Nem az összeset. Love, Death and Robots, Netflix-es igen, sorozat, igen. És ugye Big Jig Pictures is csinált pár részt. Azt a részt láttam, amikor a csaj ilyen tanulja annak, hogy valakit lelő a csávó a szomszéd apartmanban. Nem, azt nem láttam pont. Egyébként úgy nézett volna, mert az is ennek a festőnek a projektje. Tényleg? Úristen, azt akkor megkérdezem. És úgy nézett volna ki a Pók univerzumos filmben, a koreai Pók csaj. Aha. Az a csaj lett volna. Aha, aha. Ami egy kicsit elég ilyen morbid-szerű kinézetben. Ilyen rózsigyel van itt tolvató. Igen. Fú, ezt meg kell akkor néznem. De jól láttam az én kis halandó szemeimmel, hogy ebben a Pókember filmben sok különböző technikát ötvöztek, és attól is volt olyan különleges igen. A látványvilág. Mert én egyiknek se tudom a nevét. Ilyen képregényes stílus, meg ennek a festőnek a stílusát belevitték. De én azt is éreztem, hogy egyszer... És sokszor ilyen stop motion-szerű volt. Igen, meg azt éreztem sokszor, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy én akkor most egy 3D-s animációt nézek, vagy egy 2D-set, mert így valahogy sikerült elmosniuk ezeket a határokat. És mégis működött az egész. Igen, igen. És akkor te nem vagy ilyen, mondjuk mi az, aki mesemániás? Milyen? Mi az, aki? Ó, dehogy nem, persze. Volt időszak, amikor az összes filmet megnéztem. Azt hiszem a Pork Rosszal kedvencem. Azt aha, láttad? Nem. Az zseniális. Amikor egy ilyen disznópilóta ilyen kalózokat üldözik a gépével. Ez a koncepció magában szerintem rohadt jó. Hát igen, azért neki az összes koncepciója olyan, hogy ilyen... De, wow. De imádjuk a srácokkal, a kollégáimmal imádjuk mi ezek a kis filmeket. És az a vicces, hogy a Last of Us-hoz is felhasználtuk azt, hogy megfigyeltük, hogy mi ezek a kis rajzfilmekben, hogy grupolták a... Mondjuk mindennek megvan az ilyen, ilyen tónusa, tudod, a fáknak egy külön, a fűnek külön, és hogyha ezekhez ragaszkodsz, és megtartod ezt az elkülönítést, akkor nagyon grafikus feelinget fogsz kapni, uh-huh. És akkor ezt a konceptbe is belevisszük, tehát, hogyha van egy csomó fa az environmentben, akkor arra ügyelek arra, hogy minden azért ugyanaz a diffuse color legyen. Az mit jelent, a diffuse color? A tényleges színe, amikor nincs megvilágítva, tudod, aha, aha, így, aha, értem. Milyen a színe, tudod. Nem is, na látod, harapó fogóval kell belőle ezeket kihúzni, pedig ez tök érdekes, hogy akkor tegyük föl, ilyen apróságokig oda kell figyelni, hogy azt mondod, hogy az egyik konceptártom, amit tudom én, a játék első felébe is egy ilyen fás, és igen. Akkor ugrunk mondjuk a játék háromnegyedére, máshol vagyunk területben, stb., de mondjuk a fák hasonlóak, és akkor odafigyelsz arra, hogy ja, akkor itt ez a zöld volt, ez volt a fa zöldje, meg a fű zöldje közötti tónus, vagy kontraszt, vagy nem tudom milyen különbség, igen. És akkor azt megpróbálod átvinni, mert akkor az emberi agyban ez valahogy így úgy képeződik le. Tehát olvastam, ez a kép esztetikusabb. Aha. És egyből mondjuk, hogy van egy ilyen, a játékban egy ilyen cél, ahol el kell menni, akkor ezekkel a kontraszt dolgokkal ki tudod emelni mondjuk azt az épületet, hogy oda kell tartani, tudod. Wow. Arra felé kell menni a játékosnak. De jó. Szóval ezekkel a formákkal és tónusokkal és a value grouping, ez a tónus, a groupingolás a tónusnak, ezzel mindig játszunk, és tulajdonképpen ez a mi feladatunk, hogy ez benne legyen a játékban is, hogy a 3D a játékban is így nézen ki. De várjál, ez most nagyon izgi, mert hogy akkor igazából egyszerre többfajta
dramaturgiai feladatot láttok el. Igen. Tehát az egyik az, hogy nyilván segítettek belehelyezkedni a környezetbe. Igen. Hogy az, úgy érzem, hogy én itt vagyok most ebben a térben, és hú, jön egy kis zene, beúszik hozzá, vagy valami, vagy csönd van, megvan az a hangulat, de elláttok kvázi egy ilyen objektív funkciót is, hogy bizony vezessük úgy az embernek a tekintetét, vagy a szemét, igen. hogy nekem arra kell menni, és akkor mondjuk tudjátok minimalizálni a UI-t, hogy ne kelljen egy nyílnak mutatnia, ami kihúzza engem. De amikor be kell mászni egy ablakon a Elinek, vagy ilyesmi, akkor úgy jönünk arra a konceptnél is, hogy a többi ablak abban az épületben így visszátoljuk a tónusilag is, meg kontrasztilag is. Tehát oda helyezzük a kontrasztot, ahol a játékosnak mennie kell, ahol van a fókusz. Uh-huh, uh-huh. Ez nagyon fontos. Azt tudod, mi jutott eszembe? Ez nyilván ugyanaz, Naughty Dog-os példa. Bocs, hogy igen? Közben vágok, hogy amikor kapjuk ezeket a nyers 3D-ket a Naughty Dog-tól, akkor tényleg ezt kell nekünk kitalálni, hogy hol legyen a fókusz, a fényelés, hogy irányítsa oda a játékost, tudod, uh-huh, uh-huh. És minden egyéb. Naughty Dog-os példa, a Uncharted 4. Uh-huh. Most jutott eszembe, hogy szinte alig van abban a játékban UI. Semmi nincs, ami kvázi belezavar abba a filmes élménybe. Fú, emlékszem arra a jelenet. Az egyik kedvenc jelenetem? Nem, három nagyon kedvenc jelenetem van. Négy. Jaj. És kiderül mindjárt az egész játék. Nem, Uncharted 4-ben a legjobb dolgok. Uh-huh. Nem kronológikusan mondom. Van az, amikor... Kijátszottad, nem? Akkor nem. Nem játszottam. Nem. Úristen, akkor mondom nézőknek. Van egy olyan... Akkor még nem volt... PSM, és így valahogy így nem, ki kéne vigyem. Az az igazi filmes élmény, van egy olyan, amikor így húz téged egy teherautó, és a kötélbe kapaszkodsz, és így végig szántod a sarat, igen. Egészen elképesztően néz ki. A legelső gameplay trailerben is benne volt. Pontosan. Van egy olyan, amikor egy hatalmas, nagy páncélozott autó üldöz úgy, mm-hmm. hogy a tesód vezeti a motort, és ülsz a hátsülésen, egészen elképesztő, nulla UI. Van a kedvenc beszélgetésem az Uncharted 4-ben, amikor és elfelejtettem a felesége nevét, de ugye a néten beszélgett a feleségével a kanapén, és ilyen nagyon... Szerel. Nem emlékszem. De nagyon ókvárd a beszélgetés, de nagyon uh-huh. valóságos is. És szuper a szöveg, nagyon jó a dramaturgia, jók a képek, jók a beállítások, fények, a grafika. És mit mondtam, hogy négy kedvencem van, igen, amikor megérkeznek Jeep-el, és az is volt egy gameplay trailerben, megérkeznek Jeep-el egy ilyen hágóra, uh-huh. és kapunk egy ilyen kamera ilyen svenket, és így látjuk a környezetet, azt valamilyen mindenfajta színekkel ellátott gyönyörű dzsungel. És tudod, így igen. nézed a gameplay trailert, és azt mondod, hogy hát ez valószínűleg ez ilyen renderelt cucc lehet, aztán elindítod a játékot, és így kijön a PS4-ből ez a grafika. Ki. És ez annak köszönhető be, hogy rengeteg konceptárt készül. A Naughty Dog-os játékokhoz elképesztő mennyiségben készülnek konceptártok. Mert tényleg tudják, hogy ez nagyon fontos, és erre nagyon nagy hangsúlyt feltetnek. Találkoztál bárkivel itt személyesen? Most a mestereden kívül, aki ott tanított a Naughty Dog-osokkal. Persze, hát ugye tanultam a Nick-től, uh-huh. a Brainstorm súlyban, az ott in Los Angelesben. És amikor tavaly kint voltam a saját workshopunkon, uh-huh. akkor is elmentünk a stúdióba, és akkor az art director körbe vezetett minket. Wow! Láttad az irodát? És akkor láttuk a legelső télnek az ilyen még demo fázisát, és láttuk az irodát persze, hogy dolgoznak ott. Hányan vannak ők? Sokan, nem? Hát mondjuk az a vicces, hogy vasárnap mentünk be, szóval üres volt, csak mi voltunk ott. A rollerekkel tudtunk szágódazni, meg minden. De... Elég sötét hely egyébként. Igen, mindenki munkára fókuszál, monitorba borul? Maga az environment így nagyon be van sötétítve, tudod, de biztos kurva jól lehet dolgozni csak. Hát azt elhiszem, de mondjuk ez tényleg azért fontos. Úristen, most gondolok ebbe bele. Mindenki gépen dolgozik, ilyen monitoroknál. Monitor világít. Általában ezek a játéstúdiók, ezek nagyon sötétek, mert azért látni kell, hogy mit dolgozom. Ezt akartam kérdezni, hogy azért és neked... És sokszor azért depressziós is. Neked kell, hogy legyen otthon színhelyes cuccod, nem?
Persze, hát ez alap. Alap, neked alap, de most, tehát hogy akkor ne úgy képzelj el az, aki most nézi vagy hallgatja az adást, hogy veszek egy monitort, meg egy táblát, azt nem majd rajzolgatok, hanem azért itt durva a standardeknek meg kell felelni. Nem egészen, mert ugye mi nem nyomtatjuk ezeket, ez csak digitális képek. Szóval nem kell annyira színhelyesnek lennie a nyomtatáshoz. Aha. Hanem, mert tényleg csak, mi csak digitálisan dolgozunk, nem... Persze, amikor majd artbookba kikerülnek a munkákat, ott fontosabb, de nem mondtam, hogy ez annyira fontos. Nekem kalibrálva van a monitorom, de néha úgy érzem, hogy inkább nyug volt, mint hogy erről léptem volna tőle, mert aztán így, tudod, azt a színprofil fel kell telepíteni a gépethez, meg egyeznie kell mindennel, aztán a browsernek a színprofilja is más, akkor oda is be kell tölteni. Szóval előidéz egy csomó problémát, amit így nem akartál. Aha. És minek csináltam ezt? Nagyon fontos dolgot mondtál, egy kicsit depis ez a munka. De az fontos, hogy azért színes lenne a monitorod. Tehát ez nyilván. Depis a munka, akkor mivel tudsz azért lelazítani, vagy kikapcsolni? Főleg így egy ilyen sok éven át ívelő projekt alatt, vagy ezt hogy mondjam, nem tudom. Igen, vagy el is kezdtem ilyen hobbi szinten így főzni, tanulni. Szóval így eléggé jól megy most már. Meg barátnőm sem nagyon nagy szakás, szóval ez így rám hárul, de én szeretem csinálni. Illetve a futás. Fut? Aha, így néha. Persze én amatőr szinten, de sokat segített nekem, hogy így néha elmegyek. És akkor kiadom a gőzt. Na, de mesélj, mennyit futsz? Hát csak ilyen 5-6 kilométer. Két hetente. Egy hét kétszer, de megyek egy hét. Aha. Valahogy így. Figyelj. Volt időszak, mikor itt többet nyomtam, volt, hogy 10 kilométer is lenyomtam, de... Az a baj, hogy sok időt el van. Mi? Magadtól? Nem, a 10 kilométer. Hát az egy óra. Vagy akár több is lehet. Meg belemelegítesz, meg nyújtasz, meg stb. Aztán. Jó, igaz. Hogyha így belegondolsz, akkor két órát is elvesz a napodban. De bakker, hát az saját magadra költött idő. Szóval ez 5-6 kilométer nekem ez így megteszi. Igen, csak azért neked azért fokozottan oda kell figyelni szerintem arra, hogy mozogjál. Igen, ülőmunka... Ha nem jól ülsz, a hátad, a karod, a bármi ilyesmi, az azért para lehet. Igen, meg most gondolkodok, hogy beszerzek egy ilyen állóasztal, tudom, hogy van egy ilyen motor, és akkor az így felemel az egészet. Sirius tudna neked erről mesélni, neki van ilyen motoros, szuper. Elég pepecek. Szóval gondolkodok egy ilyenen, de ja, most a futás az sokat segít. Szabad kérdezni arról, hogy min dolgozom már, mint hardware, hogy mi kell, tegyük fel, nem most a full profihoz, hanem egy alap concept artistnak mire van szükség? Lehet elég egy iPad meg a toll hozzá mondjuk? Mert tök jó, nagyon jó tolla van az iPadnek, ezt úgy meg tudtam mondani, nem is értek hozzá, csak így hülyéskedtem rajta egy picit. Fogsz, hogy mit csinálsz, hogyha mondjuk csak 2D-ben dolgozol és karaktereket, akkor egy iPad is elég. Mert tudok olyan artistokat, akik csak úgy csinálnak, csak úgy dolgoznak. Hogyha 3D-zni is akarsz, akkor ugye akkor kell egy gép, de ott se kell nagyon elszállni, mert vannak olyan render programok az Octane, ami nagyon-nagyon optimizált, és a legtöbb videókártya azért az így elbírja. De azt így szerintem 16 giga RAM az így el kell. Uh-huh. 8-nál biztos, hogy nem keresett. És muszáj a Mac, vagy PC is? Nekem nem? PC-n van. PC-d van? Persze. Akkor az nem előírás sehol se, hogy... De hogy is nem. Nem? Nem. Sőt, a Mac néha hátrány is, mert a legtöbb renderer program, 3D renderer program az ilyen a CUDA render, vagy ez ilyen... Igen? Az ilyen... A CUDA az a Nvidia-nak, amikor használja igen, szóval a videókártyának ez a... Mac-ben nincs. Ó, azt nem vágtam. A Mac nem támogatja a Nvidia-s kártyákat. Milyen kártya van benne? Nem tudom, lehet, hogy AMD van, igen. Igen, szóval... Szóval szerencsésebb is, hogyha PC build van. Aha. Mert van egy srácot nálunk, aki nagyon ilyen megbuzi, és de hogy hátránya van, mert nem tudja ezeket a jó programokat használni, hogy kihasználja ezt a CUDA rendszert, meg a különböző nagy teljesítmény videókártyákat, hanem még meg van kötve a Mac-nél, és tényleg csak azért, mert hogy neki ezt tetszik, ez a Mac. Uh-huh, ez kényelmes. Lassabb, igen. Kényelmes. Csak azért kérdezem, hogy de már ő is vett most már egy PC-t, szóval.
Azért kérdeztem, hogy elég egy iPad, mert amikor az Unlimited, logó készült, sima iPad-en. Kinu művész nevű kolléga megcsinálta nekem, fent van is Instagramon, és én ámultam, hogy ott volt a nem tudom hány layer, és akkor mutatta, hogy ja, itt volt ez a skic, itt volt ez a skic, így letátrazolva az arcot, stb. És így tényleg azt hittem, hogy tudom én, ez egy olyan durva progi, vagy olyan durva, nem tudom, Photoshop-szerű dolog kell ehhez, amit csak egy asztali gépen futtál, és akkor így mutogatta nem, nekem. Hát ezekben már elég jó a hardware. És hogyha 3D-zik valaki, ahhoz kell már gép, ahhoz kell már erős vas, ott mi az a program, amit mondjuk így az industry használ? Mert gondolom 3D-vel rögtön így kitárul a lehetőségek tárháza, és a világ összes programjába beleszalad az ember, hogyha nem vigyáz. Hogyha most is stúdiókat veszünk, akkor általában majával dolgoznak az emberek. És akkor ott is kapod meg az assetteket. Szóval ott célszerűen maját megtanulnod, de egyébként az egy szerintem egy hány inger az a program. Én nagyon nem csípem. Én egyébként blenderezek, ami egy ilyen ingyenes program, és mindent meg lehet vele csinálni. Ingyenes? Open source, vagy mi? Igen. Igen. És de rengeteg plugin készül hozzá. Tehát olyan pluginok, hogy asset sketch-et csinálsz asseteket, és akkor azt így el tudod így szórni, így festesz mondjuk a fűvel, tudod. Meg ilyen asset library, meg ilyen városgenerátor, meg mindenféle, amit el tudsz képzelni. És ezt rögtön be is tudod járni amúgy? Aha. Tehát szépen le tudod magad tenni az épületek közé, mondjuk azt mondod, hogy városgenerátor, rajzolsz, valami random kijön. Ez olyan, hogy Google-ban kiválasztasz egy ilyen városrészt. Ja, aha. Ezt sokszor használtuk a Last of Us-hoz, kiválasztunk egy kis részt, és akkor azt így fel, azt így megcsináltam, kigeneráltam. És akkor ez egy ilyen 3D-base-nek tökéletes. És amikor mondjuk egy vista shot van, amikor ott ilyen látkép, aha, ilyen fenti, igen, amikor csomót mindent be kell látni, akkor ez nagyon-nagyon hasznos. Ezt hívják vista shotnak? Ez a vista. Wow. Na, látod, filmes suliba jártam, és ezt például nem vágtam. Hát ez és az... ingyenes program a Blender. Igen. És több render programja is, renderere is van. Van most egy ilyen real-time render engine-je. Az Eevee, ami egyébként egész jó, tényleg majdnem ilyen Unreal szintű dolgokat lehet benne alkotni. Szóval nincs ott. Egy csomó kis bugja van, de... Jó, de ingyenes. De ingyenes. Ingyenes. Én nagyon szeretem egyébként. És van átjárás amúgy? Például, tehát, hogy valamit megcsinálsz Blenderben, akkor azt valahogy át tudod húzni majában? Ha nem szeretsz majába dolgozni? Persze, az FBX, a 3D-s file. Jött? Azt viszi magával a textúrát, meg minden, szóval... És akkor vannak egy másfél gigás valamit, gondolom. Igen, vagy OBG. Nem tudom, de sose 3D-ztél egyébként. Soha életem. Azért kérdezek ennyire, lehet, hogy valakinek full azt mondja, hogy ez mekkora alaphülyeségeket kérdez. Ez még 3D-ben volt, mert én csak 2D-ben nyomtam szinte. Nagyon ritkán felhúztam egy kis 3D-t, de azért így bejön az ember. Figyelj, Pamkutyáik például autodidakta tanultak After Effects-ezni. Szóval pontosan tudom, hogy ez olyan, hogy nekiül az ember, és akkor lehet, hogy igen, egy éve még nem tudtam semmit, ma meg már lövök egyet a pisztolyra, ja, és még már torkolattűz, meg golyó, meg minden van. Az is jó a Blenderben, mert ugye open source, igen, hogy rengeteg ember használja, és rengeteg tutoriál van a YouTube-on. Aha. Tehát én bármit megtalálok, hogyha mondjuk egy ilyen vizes felületet kell megcsinálnom, akkor csak beírom YouTube-ba, hogy wet surface, és akkor egyből kidob egy 20 tutoriált. És ezért rohadt jobb, mert hogy tényleg mellett közben lehet ezt tanulni. És 2D-hez, ha valaki 2D concept artist, tudom, mi kell? Progi. Photoshop. Csak Photoshop? Az ilyen standard? Mindenki azt használja. Tényleg. És azért mindenki azt használja, mert jó, vagy azért mindenki azt használja, mert mindenki azt használja? Szerintem rohadt jó. Jó? Nem értek hozzá. Ezért kérdem. Hogy full butának tűnik a kérdés, én ezt vállalom. Szerintem írtó stabil program. Lehet, hogy még pár éve még azért sok volt a crash, de nekem mostanában így egyszer se crash-el be. És amíg be is crash-el, akkor ugye van egy autoszave, de veretetlen, mert ugye fotókkal dolgozunk, és a fotókkal nagyon jól tud bánni a Photoshop, nyilván meg festeni is írtó jó benne.
Jók a brások, vagy mi? Én nem tudom, hogy működik ez a program, de igen. Nyilván olyan program, például ez az iPad-en a... Hogy hívják ezt a rajzprogramot? Nem tudom, mi az a rajzprogram, de az mocskos jól néz ki, és egyszerűen olyan hogy hívják ezt? A brushworkot biztos, hogy jobb. Ezt nem tagadom. Olyan egyenességet vagy vonalakat nem tudom, mi... Olyan dolgot láttam, hogy én nem hittem a szememben. De olyan trükköket tudok fotosabban, ami most így nem tudnék nélkül jelenni, szóval. Ez már része az életemnek. Jó, és akkor nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy tudjál alkotni, jó, 3D-hez most van egy Oculusod, ami... Oculus? Oculus mondta, ugye? Oculus Rift-tel csinálod, de hogyha meg 2D-ről van szó, akkor kell egy pad meg egy toll. Igen, abból mi elég, a jó? Elég egy Intuos, komolyan. Az főleg, vakum, ugye? Vakum Intuos. Elég, hogyha főleg kezdő vagy, akkor az teljesen elég. Nekem is mindig Intuosom van, egy large mondjuk. A4-es méretű, vagy mi? Aha, nem. De igen, az nagyobb? A4-es. A4-es méret? De egy medium is tökéletes. Mondjuk ez függ a monitor felbontásától is, hogyha mondjuk van egy 4K-s, akkor egy medium rajztábla az nem biztos, hogy jó. Mert akkor én nagyon, nagyon kis mozgásokkal is így körbejárod a monitort, és akkor így ilyen nagyon precízen kell rajzolnod, tudod? És az így fárasztó idő után, szóval jobb a large ahhoz. És magabiztosabban is tudsz ott a large-al azért vonalazni. És brush-rókokat húzni. Wow. Ja. Szóval én azt mondom, hogy ha valaki kezdő, akkor csak egy Intuos. Hát attól is függ, hogy valaki mondjuk milyen területen van. Hogyha valaki karakteres, 2D karakteres, és nem kezdő mondjuk, akkor egy szintig azért az... Az a monitor? Az el kell. Ugye? Az amikor be van, amikor konkrétan magára a monitor rajzolsz. Az jobb, mint így rajzolni? Lent van a kezed, és nézed a monitort? Ez kényelmesebb. Nekem legalábbis. Én ezt csak az így... elején rohadtul furcsa, mert nem azt nézed, nem azt nézed, amit rajzolsz. Ez írtó nehéz volt elején, te megtanulni. Hát jó, csak egy szintik az a neve? A monitorosnak? Igen. Igen. Azért pár nulla különbség van a kettő között. Szintik mondjuk egy ilyen 800 000 forint, a legújabb egy ilyen, nem tudom, hány colos, igen, legnagyobb, vagy 900 akár. Egy Intuos pedig 150. Aha. Egy large. Igen. Szóval azért van különbség. De ha meg valaki full kezdő... És akkor inkább azt a maradék pénzt, azt megkövesd egy jó gírra, egy jó vasra. Aha. De a full kezdő valaki, és még csak próbálkozik, én emlékszem, hogy a Vakomnak van ilyen 20-30 000 forintos kis izéje is. Igen. Hát azok elkezdeni nem jó? Nem? Kuka? Én is egy olyan kezdtem el. Végül is egy bambún. Bambún. Oha, bambú, azaz. Erre gondoltam, csak nem jutott eszembe. Szóval jó volt, csak így után azért vannak limitjei. DPI? Felbontás vagy? Pontosság, igen. Meg amit mondtál. DPI. Szóval, figyelj, összegezzünk. Tehát, ha valaki... Ja, concept artist. Tehát ez egy keresett dolog amúgy. Nemzetközileg gondolom, nem Magyarországra, nemzetközileg. Mondtad, hogy kicsi a közösség Európában kicsi a szakma, is. Kicsi a szakma, vagy kicsi a közösség Amerikában is. Rengeteg online... tanulási lehetőség miatt azért most már egyre többen vagyunk, és munkát keresni is azért egyre nehezebb. Aha. Egy kezdőnek mondjuk. Kell a jó portfólió magyarul. Ki kell tűnni azért. Aha. Azért most már nem elég az csak az, hogy egyen rajzolgatsz. Tehát. És a másik nagyon fontos az a kontraktok, tehát a kapcsolatok. Tehát ez mindenhol igaz. De ez minden szakmában, igen, a világ minden területén. Hogyha valaki kezd, akkor mindenképp járjon ilyen workshopokra, és szerezzen barátokat, vagy hogyha online sulit csinál, akkor ott más diákokkal beszélgessen, mert úgyis velük fogod majd dolgozni jövőben. Aha. Tehát nekem is egy csomó, amikor csináltam a CGM-t MOME alatt, akkor azért sok barátságot szereztem ott, és találkoztam ezek az arcokkal a különböző workshopokon, és ez tök jó volt. És most párra még dolgozok is most együtt, szóval. És akkor nyilván alapszintű azért rajz előképzettség? Igen, az muszáj. Tehát
Az kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, igen. És ott bármi más egyéb van, tegyük fel, akkor valaki festett, vagy szobrászkodott, az azért igen. Egyáltalán nem hátra. Na ugye ez a fotobest is, amit mi csinálunk, hogy így fotókat így összerakunk. Tehát ezt se lehet úgy csinálni, hogy nem tudsz ember rajzolni. Mert neked tudnod kell, hogy mi a tónus, és hogy a fény hogy működik. Mert másképp akkor ez egész csak egy ilyen nagy massza lesz. Uh-huh. Tehát ez muszáj. Ja. Hát akkor figyelj. Nagyon várjuk a Last of Us 2-t. Hát még én? Most már ideje lenne.